Adásunk elején kérem tekintsék meg dr. Horváth Klára polgármesterrel készített interjúnkat, melyben a városvezető a fürdő ideiglenes bezárásával kapcsolatos kérdésekről, a zöld területek karbantartásában felmerült problémákról és a szúnyogirtásról beszél. Bábolnát érintő legújabb beruházásokkal kapcsolatban felmerült több olyan dolog, ami most kérdésként merült fel. Ez a termálfürdő kérdése, a zöld területek karbantartásának kérdése elsősorban, illetve több kérdés, felszólalás érkezett a Facebookon, a különböző közösségi médiákban a szúnyogirtást illetően. Kezdjük a termálfürdővel, hiszen ez volt Bábolna egyik legjelentősebb beruházása. Itt vezetőváltás történt, és jelenleg zárva van az intézmény. Igen, még jelenleg vezetőváltásban vagyunk, mert az előző vezetőtől megvált a Városgazda Kft. Felmondtuk a munkaviszonyát a hölgynek, ez már augusztusban megtörtént, azóta keressük az új vezetőt, aki megfelelő ismeretanyaggal, végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Akit először megtaláltunk, az sajnos nem vállalta, illetve nem felelt meg a követelményrendszernek, azóta meghirdettük a Facebook oldalon az állást. Hát elég nagy számú jelentkező érkezett be, sajnos a nagy többségének végzettsége és ismeretanyaga a gyógyvizek, termálvizek, fürdővizek üzemeltetésében nincs, úgyhogy keressük a megfelelő szakembert, aki a fürdővezetői tendőket el tudja látni, illetve mindazon hiányosságokat is pótoljuk, ami a vezetőváltás óta jutott tudomásunkra a különböző hatóságoktól. Bízom abban, hogy ezt a folyamatot rövid idő alatt le tudjuk zárni, és újra ki tudunk nyitni. Úgy tudjuk, hogy a termálfürdő nagyon jól teljesítette a nyarat, nem várt vendéglétszámot tudott produkálni. Igen, nagyon sokan látogattak el hozzánk a júliusi és augusztusi időszakban, és minden várakozásunkat felülmúlt a látogatói létszám is, és az árbevételünk is. Ez bizonyítja azt a meggyőződésünket, hogy egy jó helyen lévő, jó vizekkel rendelkező és jól működő beruházást valósítottunk meg. Természetesen nagyon sokat kell még dolgozni ez ügyben, hisz a téli időszak nehezebb lesz megtalálni azt a közönséget, akik látogatni fogják a fürdőt, de azon vagyunk, hogy ez az időszak is kielégítő működést tudjon biztosítani, és a várt eredményeket, tehát legalább az első évben egy nullás eredményt, vagy egy minimális eredményt tudjunk produkálni. A vélemények is nagyon jók voltak, ezeket lehetett olvasni a fürdő Facebook, illetve weboldalán is. Igen, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy Budapesttől kezdve Mosonmagyaróváron át Székesfehérvárig nagyon sokan látogattak el hozzánk, és nagyobb távolságot, tehát ez az 50-70-80 kilométeres távolság sem volt távolság az ideérkezőknek. Bábolna meg tudta szólítani az idelátogatókat, úgyhogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt fogunk arra fektetni, hogy a fürdő mellett Bábolna egyéb értékeit is meg tudjuk mutatni, tehát így a Ménes birtokkal szorosabb együttműködést szeretnénk összehozni, lovaglás, kocsikázás, arborétum látogatása, illetve a környező településekkel való szorosabb turisztikai desztinációk kialakítása és megismertetése tekintetében. A korábbi években, évtizedekben mondhatjuk, Bábolna zöld területeit egy cég tartotta karban, viszonylagos, azt mondhatom, hogy nagyon jó megelégedésre. Most ez a cég megszüntette a tevékenységét, és az önkormányzat kénytelen volt egy másik céget bevonni ebbe a munkába. Itt jelentősen megnövekedett a zöld terület a szabadidőparkkal. Különböző problémák adottak, amelyeket a lakosság észrevételezett is.
Igen, hát a Kommunál Kontakt Kft., illetve BT befejezte a működését, és ezt jelezte is már a vállalkozó múlt év őszén. Mi akkor elkezdtük a tevékenységet annak érdekében, hogy ebben az évben is, kiegyensúlyozott és megfelelő városképet tudjunk adni. Hát sajnos ez nem valósult meg, nyugodtan mondhatjuk most már, több hónapos működés után. Három cég jelentkezett egyébként a pályázatra, és a három cég közül az önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően azt választotta, aki a legkedvezőbb árajánlatot adta a fűnyírásra, a bokrok karbantartására, a növények kiültetésére, és ezt a tevékenységet ugye az önkormányzat gépeivel végzi. Na most, hát az elmúlt időszakban korábbi évektől számottevően több bejelentés érkezett a lakosságtól, heti szinten 2-3 bejelentés érkezik, és én úgy gondolom, hogy ez nem az indok, hogy megnövekedett a zöld területeknek a nagysága, mert mintegy 10-12 hektárral növekedett meg. Ehhez, hogyha a vállalkozó tudta, hogy mekkora területet vállal, ehhez fel kellett volna létszámmal fejlődni. Ugyanakkor a munka minősége is sokszor hagy kívánni valókat maga után. Ezért a képviselőtestület már korábban is beszélt róla, és most a jövő héten ismét szóba fog kerülni a parkfenntartás, tehát most sokkal gondosabban fogunk készülni a pályáztatásra. Felvettük már a kapcsolatot a korábban pályázatot beadó cégekkel, vállalkozókkal. Egyeztetünk a területekről, egyeztetünk arról, hogy milyen gépekkel tudják, milyen személyzettel tudják a munkát ellátni, és nagy valószínűség szerint a területeket és a munkanemeket, a munkamennyiséget meg fogjuk osztani több vállalkozó között. Tesszük ezt annak érdekében, hogy ez az ezévi probléma jövőre már nem merüljön föl, hanem mindenki a vállalt munkáról tudjon számottevően gondoskodni, és megfelelő minőségben azt ellátni. És ezért elnézést kérek a település lakosaitól. Tényleg nem volt ilyen állapotban a bábolnai településkép hosszú évek óta. A szúnyogírtással kapcsolatban is több észrevétel érkezett, bár az önkormányzat többször is írtotta szúnyogot ezzel az úgynevezett melegködös írtással. No, ezzel kapcsolatban mi a helyzet, mit tud mondani polgármester asszony, hogyan tudnak a szúnyogok ellen küzdeni, bár elég esős nyarunk volt? Igen, ebben az évben is az önkormányzat a korábbi éveknek megfelelően megrendelte a szúnyogírtást, és ugyanazt a számú szúnyogírtást, mint az elmúlt években. Esősebb évünk volt, mint a múlt évek voltak, és a lárvák sajnos az eső után nőnek és szaporodnak. Ugye augusztus 17-én volt egy hatalmas eső, egy nagy vihar, mi az azt követő héten írtottunk szúnyogot, és nagy valószínűség szerint a lárvák ezutáni héten kezdtek el rajzani, és tényleg sok szúnyog van, de megjegyzem, nem csak Bábolnán van sok szúnyog, hanem országos szinten van probléma a szúnyog helyzetben, és azt is tudni kell, hogy a légi szúnyogírtást a katasztrófavédelem megtiltotta. Tehát aki szúnyogot írt, az jelenleg ez a melegködös szárazföldi szúnyogírtással lehetséges. Hát szeptemberben már nem nagyon szoktak szúnyogot írtani. Tény, hogy nagyon sok szúnyog van, erre én is ugyanezt tudom mondani. Most lakossági kezdeményezésként hallottam, hogy gyűjtsön a lakosság pénzt, hogy szúnyogot írtsunk, illetve voltak különböző kezdeményezések, hogy fizeti a lakosság az adót, és akkor a gépjármű adóból miért nem írtunk többször szúnyogot. Szeretném arról is tájékoztatni a lakosságot, hogy a gépjármű adót mi szedjük be, de az teljes egészében az állami büdzsébe megy, és ehhez nekünk már nincsen közünk, mint egy 19 millió forint került az önkormányzati költségvetésből állami költségvetésbe, de ugyanakkor természetesen van pénz az önkormányzatnak, mint ami egy másik Facebook posztban elhangzott zöld felületek karbantartása folytán, hogy az önkormányzatnak nincsen pénze. Hát jelentem, az önkormányzatnak van kellő mennyiségű pénze. Azon a napon egyébként éppen 300 millió forint volt az önkormányzat számláján, amikor ez a poszt kihelyezésre került.
A jövő heti bizottsági ülésen beszélni fogunk erről a bizonyos szúnyog írtási témáról is, meglátjuk, hogy mi lesz, de természetesen nagyon nagy lelkesedéssel és bizalommal fogadjuk mindazt a lakossági kezdeményezést, hogy akkor a lakosok esetleg gyűjtsenek pénzt, és ezzel hát, ha megoldódik a szúnyog helyzet. De a jövő héten az önkormányzat is beszél erről a kérdésről.